Nyíregyházával együtt több mint 170 milliárdos fejlesztés várható az elkövetkezendő években a Vármegyében a TOP Plus program kereteinek felhasználásával. Erről is beszélt stúdiónkban Sesták Oszkár. A közgyűlés elnöke elmondta, az elmúlt időszakban számos feladat valósult meg. Kiemelte például, hogy a Vármegye éghajlatváltozási terve alapján többek között a vizes élőhelyek revitalizálását, a talajvízszint emelését és további vízügyi beruházásokat is terveznek a térségben. Nem közvetlenül a Vármegyei Önkormányzat feladata, de a gazdaságfejlesztés. Ebben vannak bizonyos kompetenciáink, hiszen a településfejlesztés az összekapcsolódhat szorosan az iparfejlesztéssel. Van is kifejezetten iparterületek fejlesztésére vonatkozó programunk, de van egy paktum programunk, ahol munkahelyek megőrzését, új munkahelyek támogatását segítjük elő, illetve képzési programokat tudunk indítani. Itt már Nyíregyházával közösen a paktum plusz program keretében ezt töretlenül fogjuk végezni. Több ezer munkahelyet sikerült ilyen módon megmenteni, illetve új munkahelyeket teremteni. És hát azok a kedvező gazdaságpolitikai intézkedéseket, amit kormányzat elhatározott több mint 10 évvel ezelőtt, Magyarország újraiparosítása, keretinnyitás, a konnektivitás, azok a megyében is érzékelhetők. Meggyőződésem szerint ezért tudtuk közös erővel azoknak az embereknek a munkájával, akik vállalták, hogy akár a munkásbuszra felszállnak hajnali 4 órakor, elmennek a következő ipari központba dolgozni, akár Nyíregyházára, Kisvárdára, Nyírbátorra, Mátészalkára. Az ő munkájuk eredménye az, hogy az ipari kibocsátásunk 4-szeresére nőtt 2010 és 2022 között. A megyei egyfőre eső GDP pedig 2,5-szeresére. Voltak persze inflációs hatások, de hogyha az inflációs hatásokat levesszük, akkor is ez egy, hogy mondjam, tiszteletre méltó teljesítmény. A közgyűlés elnöke hozzátette, nőtt a megye agrárkibocsátása és agrárpiaci jelentősége is, valamint a szolgáltatás és a turizmus területén is komoly eredmények tapasztalhatók. A Vármegye településeinek élhetőségéről és egyenlőtlenségeiről stúdiónk vendége elmondta, a kormányzati felzárkóztatási programoknak köszönhetően ezen a téren is javulás látható. A következő évek legfontosabb munkájaként Sesták Oszkár a közvetlen uniós források elérését jelölte meg. Nyilván elsősorban változatlanul a közösségi működéssegítő, önkormányzati működéssegítő pályázatok, legyenek akár ezek infrastruktúrális kutatásfejlesztési pályázatok, K+F tevékenységek, mezőgazdasági termelőkkel együttműködve, kamarával együttműködve, az egyetemmel együttműködő fejlesztési programok, tehetséggondozó programok, romák felzárkóztatását célzó programok, ami a következő évtizedek talán, ha nem is a legfontosabb, de egyik fontos kihívása a megye, illetve a Vármegye számára. Most lezárult a Vármegyei Közgyűlés 5 éves ciklusa, a június 9-én megtartott választások után október 4-én ül össze az alakuló közgyűlés. Október 1-től kezdődik a megbízatása a vármegyei polgármestereknek, a képviselőtestületek tagjainak, a területi és települési nemzetiségi önkormányzati képviselőknek is. A megválasztott polgármesterek feladata, hogy október 16-áig megtartsák az alakuló üléseket, a polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek az alakuló ülésen esküt kell tenniük, ezen vagy a következő ülésen meg kell választaniuk legalább egy alpolgármestert, és határozniuk kell a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatáról. Ez a folyamat együtt jár a bizottsági struktúra átalakításával is. Ott, ahol új polgármester kezdi meg a munkáját, az átadás-átvételi folyamatot a Vármegyei Kormányhivatal koordinálja, 8 napos határidőn belül szükséges a polgármesteri munkakört átadni.